Üdvözlöm, kedves barátaim! Haré Krishna! Itt vagyunk Krisna-völgybe, és nem sokára, hétvégén kezdődik a Krisna-völgyi búcsú. Itt, amit látjátok, vannak ilyen szalmabálak, ez a mi területünk, ahol mi leszünk. Helyszínen vagyok, most még csak ki vannak jelölve helyszínek, mi hol lesz, de látjátok, aki már csak búcsú alatt járt, akkor sokkal bőve be van építve minden, de most még ilyen üres. Ez a sétány tele lesz árosukkal és mindenféle érdekessége. Nálunk a mi helyszínnek az lesz a neve, hogy Tattva terasz. És sok érdekesség lesz, természetesen lesznek előadások, tudjunk veletek együtt megbeszélni, megvitatni életfontos témákat. Lesz zenélés, mert ez a legfontosabb, a mantrázás, sok minden más is lesz, és várok szeretettel. Nagyon jó időjárás lesz, azt már mi halljunk, tudjunk, hogy nem lesz nagy napsütés, ezért, hogy ne legyen túl forróság, és mindenki tudjon ide jönni, és ne süljen meg, de ugyanakkor nem lesz eső is, ne ázzunk meg. Jó hangulat lesz, írjátok kommentekbe, ki már volt egyszer Krisna-völgyi búcsúban, ki, aki mindig, minden évben szokott eljönni, írjátok. És akkor itt találkozunk. És igen, sokan kérdeznek, hogy kell-e védettségi igazolványt hozni. Igen, sajnos nem mi találtunk ki, viszont az állami törvényeket be kell tartsunk, ezért kell igazolvány. Jó? És akkor ezen a hídon majd gyertek ide át hozzánk. Az előadások, ami itt nálunk lehet hallani, ez az az előadás, ami megváltoztatja embernek az életét. Megszabadítja minden szenvedéstől. Köszönöm szépen! Haré Krishna!